Vajon milyen lehet egy zombi csapatot irányítani? Próbáljuk ki! Hohoho, nagyon menő! Na menjünk vadászni! Milyen lenne már egy ilyen gyűjtögetős játék, ahol így kell növelni a kis hadsereget. Hát eddig nem volt szerencsém. Ez hogy? Sziasztok, daráljunk egyet! A mai pályát Gameboy 0000 készítette, és az a címe, hogy Test. Igen, Test. És ahogy a címe is sugallja, majd mindenféle teszteken kell végigmennünk. Nem is tudom, mi lőm előre a point. Azért, mert már előre látom, hogy jönnek majd a kommentek, hogy miért mutatsz be ilyen pályát, miért nem válogatsz meg, stb. Induláskor egy tarka szobába vagyunk, tarka gombokkal, a ládában egy történet és tesztalany ruha. Történet, te egy tesztalany vagy, akinek a teljesítményeit mérik fel, sorszámot 352. Az utolsó példányszámok között vagy, célod túlélni az akadályokat. Ha a teszten nem mész át, akkor mész a sűjesztőbe, összezúzzák a tested. Hidd el, nem jó érzés. Oké, ezt jól vésd az eszedbe, nekik csak egy újabb tesztalany vagy. Portál hangulat. Tetszik, hogy tudja színezni a könyvet, de az egy kicsit túlzás, hogy majdnem minden szó más színű. Lássuk a sorszámozott gombokat. Üdv, ez egy magyar kalandpálya. A küldetésed és a hozzávaló tárgyakat a ládában találod meg. Hát igen. Szabályok, ne csalj, játsz békésen, játsz adventure, meg egy liter water módban. Gondolom a szimetria miatt van 2-3-as gomb, de ne, hülyén néz ki, ne csináljatok ilyeneket. A másik, amit nem értek, hogy miért vegyesen használja a könyvet és a chatet. Úgy egységesebb, úgy értelmesebb szerintem, hogyha csak az egyik van. Nem értem, mi a logika amögött, hogy mindent a chatre ír, kivéve a történetet. A fontos azt írja, ha kék gyapjút lát, azt csak egyszer nyomhatod meg, ha viszont zöldet, akkor mentési ponthoz értél. Na itt álljunk meg, mert már kezdődnek a bajok. A fontos gomb mellett tényleg van kettő, egy kék meg egy zöld, a gond az, hogy nem gyapjú. A másik gond az, hogy a pálya további részén sem gyapjú vannak ezek a gombok, szóval... Jó, persze, elírtam. Az én bajom inkább az, hogy hát most odaadta volna valakinek, az azonnal kiszúrja és akkor kijavítja. Tehát egy ilyen banális hiba. Banális hiba. A levélben megírta, hogy ez az első pályája, ezért elnézőbb leszek, nem 10 pontot vonok le, csak 9-et. Kétszer is megnyomom, egy igazi rossz fiú vagyok. Viszont, hogy vannak benne mentési pontok, tényleg pluszpontot érdemel. Legyen 2. Van egy kis lejáró a szoba közepén, a pályát készítette Gameboy 0000. Hogy miért rakta a lyukba, azt nem tudom. De nem esztétikus. És két darab kezdésgomb van, hogy szimmetrikus legyen. Na jó, első pálya. Teszt első úszóképesség, amiben szemben kell úszni a zárral, el kell érni azt a gombot, ugorjunk. Második teszt erőpróba. Ez mob harc pontosabban lett volna, ha nem lett volna ebben is egy fatális, banális hiba. Bal oldalon fokozatok, könnyű, normál, nehéz. Látszólag csak a nehéz elérhető, nem tudom minek kell kiírni akkor a többit, de oké, mondjuk ez egy ilyen poén akar lenni, oké. Másik oldalon egy gomb, a fokozatok a szörnyek mennyiségét jelöli ki. Természetesen kék gomb. A másik narancs azt mondja, a ládában megtalálod a tárgyakat, amiket használhatsz. Ami egyébként egy doktori vágó. Úgy gondoltam, hogy akkor most már föl vagyok szerelve, meghúztam a nehézhez tartozó kart, hallatszódott is a zombi morgás, de semmi mozgás. Aztán ráléptem a nyomólapra, és kiírta, hogy könnyűre váltott a játékmód. Aha. Az elején azt írta, hogy játszunk békésen, itt ezen a részen természetesen könnyűre váltana. Hát, csak a sorrendben nem gondolt bele.
Viszont ez is akkora, hogy, hogyha elküldi bárkinek, hogy játssza végig, az... menjünk tovább. Túloldalon egy gomb, ami tovább teleportál, és visszaállítja békésre a játékmódot. Nagyon jó. Wow, ez elég könnyűnek tűnt, gratulálok. Köszi. Tényleg nagyon könnyű volt. Következő teszt a zuhanás próbáján nevet kapta. Sok sikert. Nem akarom. Nem akarom. Másik gomb. Mit hittél? Csak egy narrátor vagyok, aki adja a feladatokat. Oké, egy kis poén, adjunk pluszpontot. A zuhanás próba úgy kezdődik, hogy egy ilyen vizes liften kell fölmenni. Nem tudom, hogy szokták-e szívni, biztos ti is csináltatok már ilyet. Azt már meg se kérdezem, hogyha úgyis már teleportáltam az előző feladattól, akkor miért nem a próba elejére teleportáltam, ahonnan már csak zuhanni kell? Mindegy. Így néz ki, egy hatalmas lyuk, az alján valami kis pókháló, nyilván azt kell eltalálni. Gratulálok, harmadik teszt teljesítve. Az X-nél ás, eszközök a ládában. Mögöttünk pedig bányász, 4 vasat, 3 szenet. Üdvözöllek a negyedik teszten, ez a túlélés próbája. Hogy mitől túlélés, azt nem tudom, mert csak ásni kell. Kint volt egy felirat nélküli gomb. A hatodik érzékem azt súgta, hogy ezt akkor kell megnyomni, ha elkészültem, és nincsen benne tesztelés, hogy tényleg kibányáztam el a dolgokat, úgyhogy inkább elindultam bányászni. És igazam volt, tényleg tovább teleportál egy gombokkal telehány szobába. Haladjunk sorban. Üdvözöllek az ötödik teszten. Ez egy olyan teszt, ahol az eszedet teszteljük. Különböző feladatsorokat kell megoldanod. Miért kellett ezeket külön gombhoz rakni? Ezt simán írhatta volna egy parancsba is. Menj tovább, majd a ládában lévő agybutító sapkát vedd fel. Ez a pálya így is elég agybutító, nem tudom még mit fog változtatni a sapka. Agybutítóról, ez egy olyan sapka, ami megnehezíti a gondolkozásodat. Tovább menve mindkét oldalon egy-egy láda, egy-egy agybutító sapkával, ugyanabban a slotban, ez az ember kényszeresen, szimmetrikusan épít. Mennyi 120 meg 140? A helyes válasz beleteleportál a következő kérdés egyik válaszába. Hát azért szebb lett volna, ha nem oda rak. Mennyi 420 meg 610? És ugyanúgy beleteleportál a következő táblába, ez nagyon kezd. Mennyi 100 minusz 40? Mennyi 10-ből 10? Gratulálok, teljesítetted az ötödik tesztet, éppen ideje. Szokásos kék-zöld, aztán narancs, üdv a hatodik teszten, ahol a figyelmedet és az ugrási képességeidet mérjük fel. Ne! Parkour! Ne! Menj! Vajon mennyi ideig tartott megcsinálni ezt a gombot? Miért olvasol még? Menj! Nem bírod ki? Menj! Én érzem magam kínosan. Fogalmam sincs, mi történt, a pálya hirtelen átváltott valami szivatós játékmenetre, nem értem. Tehát én lehettek valahol valami laborban, nem tudom, ahol figyelnek, meg teszteken tesztelnek, és akkor menj tovább, meg nem bírod ki, mit olvasol még, annyira üti egymást a kettő. Na végre ideérté, hogy ki vagyok én? A te belső hangod, én mindig igazat mondok. Szintén nem értem, hogy mi történik. Tip, ne fuss, mozog lassan. Ez a próba volt az egészben a legszimpatikusabb, mert ilyet nem sűrűn látni, egy kicsit más volt végre. Visszatérve az előző részre, gondolom ez a figyelem tesztelése az lett volna, hogy azt írta a gomb, hogy menj, és akkor nem kellett volna elolvasnom a többi részt. De hát miért ne tettem volna ideig is, ha fontos információk a narancson voltak, most honnan tudjam, hogy melyiket lehet már megnyomni, szóval... Hát ha ez akart lenne, akkor nem ilyen formában kellett volna szerintem. Ha meg nem, akkor meg... Mi van? Ezután jön egy tavacska, ami nem tudom, hogy jön ide, de mégis eddig se tudtam, hol vagyok, szóval belefér. Ha ez akart lenne az ugrálós rész, akkor oké, végül is nem nehéz, és a rontásnak sincsenek súlyos következményei, úgyhogy tökéletes. Gomb, teleport, gratulálok, hatodik teszt sikeresen elvégezve, és elérkeztünk az epikus befejezéshez. Igen, ironikusan mondtam, nem tetszett a pálya befejezése. Az utolsó teszt jön, ezen múlik minden, hajrá, megsúgom, ez csak beeltetés. Van itt egy nocsfejű deszka, aki maga alá resztonozott. És azt mondja, W-vel, wow, te vagy az első példány, aki átjutott a teszten. Ennek örömére mehetsz is a csatába, nyisd ki az ajtót és menj tovább. Ajtó, gomb, folytatása következik.
Egyrészt örülök, hogy nem kell elszenvednem egy mobharcot. Mondjuk, ha olyan, mint ezen a pályán, akkor nem lett volna gond abból se, de nem tetszik ez a befejezés. Ez itt nem arról van szó, hogy majd csinál egy folytatást neki, hanem úgy, ahogy van így, sutty, elvágja a történetet, és akkor majd történik valami. Nem tudom, be fogja küldeni, vagy beküldte már a folytatást, vagy egyáltalán csinál neki folytatást, de így nem tudjuk meg, hogy mi a történet. Miről beszélek? Nem is volt történet. Annyi volt az egész, hogy menj végig a teszteken, az kész, a szokásos. Lássuk a mérleget, pozitívumok, a mentési pontok. Azt hiszem nem kell megmagyarázni. A poénokat is felírnám, de csak zárójelbe, azért nem ütöttek akkorát. Negatívumok, szokásos történet, ezt gondolom nem kell mondanom, már megint teszteken kellett részt venni. Kiforratlan hangulat, volt egy szakasz, ahol átment ilyen poénkodásba a dolog, de hogy az mit keres egy tesztpályán, nem tudom, vagy akár egy tó, egy ilyen tesztlabor, és akkor benne van egy tó, szóval olyan nem éreztem azt, hogy én most vagyok valahol, és van egy környezet, hanem olyan vegyes, ami eszébe jutott, azt megépítette. Ugyanígy egyszer hozzánk szólt a narrátor, hogy én csak narrátor vagyok, nem tudom, hogy azt poén akart lenni, vagy ki kellette volna belőle hozni valamit. Ugyanígy a belső hang egyszer hozzánk szól, hogy én vagyok a belső hang, aztán semmi. Szóval azokat nem értettem most, ez hogy jön oda. És a befejezetlen történet. Szóval ez volt a teszt című pálya. Javaslat, ha ilyen tesztelőset akartok, akkor tényleg csak akkor csináljátok meg, ha van olyan ötletetek, amivel valami pluszt bele tudtok vinni, semmi értelme még egy parkour quiz labirintus pályát megcsinálni. Remélem jól élveztétek magatokat, a kézikönyv óvjon!